Tiszalogon vagyunk a gyermekvárosban, ahol a rendőrkapitányság munkatársainak ajándékait hozta a kapitány úr. Honnan jött az ötlet, miért pont a tiszalogi gyerekek kapják ezeket az ajándékokat? Igen, hát tulajdonképpen a állományon belül vetődött fel az a javaslat, hogy gyerekeket lepjünk meg. Kitaláltuk akkor az akciónak a nevét és a dobozban zárt szerepet. Megbeszéltük, hogy minden kolléga és kollégám, aki a rendőrségen dolgozik, hozhat ilyen ajándékot, összegyűjtött, több mint 200 doboz kaptunk. Amiért nagyon fontosnak tartom ezt, hogy nem a rendőrség ajándékat hoztuk, hanem a rendőrségen dolgozó hivatásos és közalkalmazottak az ajándékait hoztuk. Azt hallottam, hogy egészen az ajándékozókra volt bízva, hogy milyen ajándékot hoznak, nem is volt válogatva, korosztály szerint. Egyévestől egészen a felnőtt fiúk, lányokig mindenféle korosztály megkaphatja az ajándékát. Hogyan kerül szétosztásra ez az ajándék? Most elhozták ide Tiszadobra. Mi lesz az ajándékok sorsa, mikor kapják meg a gyerekek? Igen, a több mint 200 doboz az úgy került elosztásra, hogy három olyan intézményt jelöltünk ki ebben az évben. Tiszadob, Ópályi iskola és óvoda, és emellett az Életes Mátyás Nyírbátorban a gyermeknevelési intézetet, és erre a három helyre hordjuk ki az ajándékokat ma. Tulajdonképpen valóban ez volt a döntés, hogy mindegy, hogy milyen korosztálynak, lehetett már ruha is, élelmiszer is, és játék, édesség, minden, ami belefér a karácsonyba. Mennyire fér bele a hétköznapokba ez a jótékonykodás, kapitányként elég komoly rangban, komoly felelősséggel, milyen érzéssel jönni ide vidékre a gyerekeket látva, hogyan fog emlékezni erre a mai napra, meg erre az egész akcióra? Mivel nekem is van gyerekem, és én is nagyon szeretem a karácsonyt, azt gondolom, hogy ez egy szép gesztus, és nekem is nagyon jó. Kiszakadunk egy kicsit a mindennapokból. Amikor az ötlet legelőször elhangzott, akkor a házon belül egy kicsit értetlenül álltak, hiszen ilyen még nem volt a megyei rendőrfőkapitányság történelme során, de aztán mindenki nagyon felkorolta, mindenkinek nagyon tetszett. Úgyhogy természetesen ezt támogatni fogjuk, és megpróbáljuk jövőre is megszervezni. Ahogy azt is, hogyha jól hallom, hogy gyermeknapon akár részt vesz a kapitányság, különböző alakulatai bemutatózhatnak itt. Ezt nagyon várhatják a gyerekek, mert ezek mindig látványos programok szoktak lenni. Mit lehet nekik ígérni? Igen, hát bevállaltam, hogy gyermeknap környékén a rendőrség egy technikai kutyás bemutató, tehát minden, ami a rendőrség munkájával kapcsolatos. Elhozzuk az eszközeinket, néhány bemutatót fogunk tartani, egy napot itt szeretnénk tölteni, a gyerekekhez közelebb szeretnénk kerülni. Hiszen ennek azért nem csak a jótékonykodás és a szórakoztatás a célja, hanem? Természetesen nevelés is, tehát azért van egy ilyen burkolt célunk. Ha magunknak megnyerünk néhány gyereket, már érdemes ezzel elkezdeni. Van olyan otthonban nevelkedett gyerek, aki utózó gondozóként a rendőrséghez szeretne kerülni, megpróbálunk neki is segíteni. Természetesen támogatjuk ezeket az ötleteket. Vissza szeretném megtudni a nevedet. Erdei Petra Vivien. Erdei Petra Vivien. Itt vagyunk kint Tiszadobon, te is az egyik gyermek vagy, aki ezek közül az ajándékok közül majd választhat, véletlenül találsz számodra a tetsző megfelelő ajándékot. Milyen érzés az, hogy gondoskodnak, gondolnak rátok mások? Nagyon jó érzés az, hogy mások idegen emberek is gondolnak ilyen állami gondozott gyerekekre, és hogy eljöttek hozzánk, a megyei rendőr kapitányság is eljött hozzánk, és meg ajándékozott minket. Ez szerintem nagyon jó érzés, és nagyon szépen köszönjük mindannyiunk nevében.